Hallo. Hallo. Ja, helyzet. Nincs semmi. Akkor mentem egy negyed kört. Negyedet? Negyedet. Hát nem lesz. Nem, az a... Nem leszünk ma sokan 13. Nem, lemegy a... Most a szabad edzés levent és izé van. Ez mi? Halló. Halló. Mi ez a recsegés? Mi a recsegés? Mi a faszom? Mindegy, elkezdtem egy kört, az vége lett a szabad edzésnek, és nem engedtem el végig menni. Nehéz szó. Azért jó. Mennyi? Györtök. Gyakorló, nem tudom. Nem lehet sajnos. Ja, nézők nélkül? Aha. Amúgy ott lennék. Gondolom. Kamion meg még egy csak 11-en jönnek el kamionosok kis korona miatt. A VTCL az... Hát az maga szokásos. Csak a kamion... Baszki. Kamionból se tudom mi lesz, mert elvileg 3 fog állni a bajnokság. Ez a második, meg még lesz még egy, a többi az mind elmaradt korona véget. És 3, ennyi? Ennyi. És VTC-ekben még mennyi lesz? Hát még lesz vagy 2-3, de ott 3 futamot van. Még a kamion is 4 van. Jó, de gondolom nem, gondolom Európában maradnak végül. Igen. Európában. Hát majd látjuk. A jövő héten meg izé lesz Portimao. Az egy... Hol lesz Portimao? Forma 1-ben, Portimao. Ja. Ott se voltak. Mikor? Voltak már egyáltalán? Nem. Én nem tudom melyik, mert az onnak is van 25 millió 10 évvel a vezetés. Igen. A portugál nagydíj. Az, az. Lehet hallani. De régen lehetett hallani magamról. Hát úgy gondolom jobb idő lesz, mint most Németországban. Hát valószínűleg. Szarabbat menni. Ja, jó. Oké. Ez a sikán. Hát én nem tudom ki. Figyelj, itt a sikánnál az elején lesz meg való. Átvágtam, hogy mondtam, hogy jött valaki, én nem tudom. Jó. Szerintem ezért fokon így.
rossz felhúzottam a sajnos most a tévét alasson. Hát itt az első kanyar tartozott. Az első siker az érdekes. Hát nem, csak az első kanyarban, bár akkor kifejezetten, szerintem minden körbe. A többi rész az unalmas rész, hát talán a legvégre az, ami megcsúszol ott a utolsó előttig, akkor az totál kár. Jobban a siker, ez. De menjél, nem tudom ki vagy, de menjél. Megyek. Jakab Pilcer. Egy incidens pontot megkaptam. Na, nekem ennyi volt a szabadozás. Ennyi? Ennyi. Hol állok? 9. hely, hát az még lesz szarabb is, úgyhogy... Megpróbálom, jó? Hogy legyen szarabb neked. Oké. Te hol vagy? A 13. Hát, pász meg! Így nem lesz. Várja, megnézem, mit csinálsz. Nem bokon én megint majdnem kiütöttem. Jössz, hol jól láttam, ami 55 kiló plusz súlyt kapott? Én. Jó, szarom le. Jújj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 új
Vegyük lejjebb azt a szárnyat. Azt mondja, hogy fo... Ja, a szárnyat nem is lehet. Azért mondom, hogy nem erőltetünk inkább. Hát akkor elmegyek egy cigire. Én is. Oké. Tegyük úgy. Akkor majd jövünk. Hát 14-en vagyunk legalább, jó? Mindjárt vagyunk. Ich bin euch ganz gleich ab circa 10 Uhr mit dem Flieger wieder zum Norden.
Startaufstellung gesehen. Das müsste der sechste Startplatz sein für ihn. Und man spricht ebenfalls Deutsch neben ihm. Sowohl in Wichers Team, welches für die Technik zuständig ist, als auch beim Fahrer der Medimat, der quasi hier in der Alpenrepublik auch sein Heimspiel hat. Also für Franz Engste, der vor 25 Jahren hier in der Formel 3 unterwegs war, ist eine bekannte Strecke. Und für den Schweizer Medimat auch eine Anlage, die relativ große Wege hat, der Zürcher. Und der ist natürlich auch motiviert. Und jetzt werden Sie sagen, wer ist das? Für die ja, regelmäßigen Zuschauer. Von Dudu Kalo, Mihai Kozlowski, ein junger Mann, der natürlich jetzt mächtig Druck hat, der steht auf Startplatz 3, er fährt seine ersten Rennen jetzt in Lada Granta, hat ihn heute Morgen im Bombardement kräftig in der Dockstrecke ihre Kreise lassen, zum Glück ohne Anschlag, aber das wird eine heiße Kiste. Michelinani, der war am Startplatz und letztes Jahr ein Highspeed-Dreh ergeben, dazu 220 km/h, der Fahrer hat natürlich jetzt auch mit, ja, er steht auf Startplatz 3, Kozlowski auf 4, auf jeden Fall auch der Exzenter auch in die erste Startreihe vom Fahrzeug hier leicht verpassiert sind. Ja, ganz vorne haben wir wahrscheinlich hier James Nash, der Chevrolet-Autos. Die haben schon in den Rennen gezeigt, dass da eigentlich die meisten Sachen sind. Aber den Benati würde ich trotzdem nicht unterschätzen, warum in den Fahrzeugen das hat. Wenn er vor zwei Jahren funktioniert ist, dann kann er über den Sofort nach vorne fahren. Schauen wir gerade James Nash zu. Der sagt, geht nach vorne. Und sicherlich wäre einer der Favoriten auf dem Weg. Dieses Zeichen, es geht nach vorne, macht aber Gabriele Tarquini in der vorletzten Reihe. Das ist genau die Sorge, die wir haben, ja, dass da hinten so der eine oder andere Raumfreund ist. Die Augen zu und durch. Ja, und der Gabriele auch gebrannt in den Polizisten. Das mit über 50 Jahren, er ist wahrscheinlich dabei bei diesem Schulbild. Ja, Michael Lückler, der 103 Kilo Mann, zumindest mit Helm und Overall, 103 Kilo schwer, möchte sein Zwangssaison-Sieg erzielen nach Marrakesch. Ob es funktioniert, erfahren Sie in Adelkirchen ein richtig schlammes Programm. Das ist am Freitag am Nürburgring gewesen, sich für das 24-Stunden-Rennen zu qualifizieren. Ist damit im Auto Ringsverkehr zum Salzburg-Ring gefahren, ist hier nachts um 1 Uhr angekommen, um 9 Uhr saß er schon wieder so. Nach dem Ende des zweiten Durchgangs gleich ab ca. 15 Uhr mit dem Flieger wieder zum Nürburgring. Da merkst du wiederum die Leidenschaft. Der Marc ist ja nicht umsonst Fahrer und Teamchef und Teammanager. Und er macht es aus reinem Spaß und der Freude natürlich auch zwei Rennen an einem Tag. Na, aber jo. Ja, den Franz Engster, den müssen wir hier beim Heimspiel natürlich auch erwähnen. Den haben wir gerade da in der Startaufstellung gesehen. Das müsste der sechste Startplatz sein für ihn. Und man spricht ebenfalls Deutsch neben ihm. Sowohl in Wichers Team, welches für die Technik zuständig ist, als auch beim Fahrer der der quasi in der Alpenrepublik auch sein Heimspiel hat. Also Franz Hengste, der vor 25 Jahren hier in der Formel 3 unterwegs war, ist eine bekannte Strecke und für den Schweizer Medimat auch eine Anlage, für die er relativ große Wege hat, der Zürcher. Und der ist natürlich auch motiviert. Und jetzt werden Sie sagen, wer ist das? Die ja, regelmäßigen Zuschauer kennen ihn. Wer ist nämlich Ersatzmann im Prinzip oder Nachfolger von Dudu Kalo? Kozlowski, ein junger Mann, der natürlich jetzt mächtig Druck hat, der steht auf Startplatz 3. Er fährt seine ersten Rennen jetzt in Lada Granta, hat ihn heute Morgen im Bombardement schon mal kräftig in der Dockstrecke ihre Kreise lassen, ohne Anschlag, aber das ist eine heiße Kiste. Mehdi Benani, der ist sehr erfahren, sagt Salzburg bringt letztes Jahr ein Highspeed-Dreh, hat er 220 km/h eine gemacht und er hat natürlich jetzt auch. Ja, er steht auf Startplatz 3, Kozlowski auf 4, auf jeden Fall auch no. No. No, no, nee. Junge. Ja, ja. Ja. Na komm, ein Lieblings, du. Egyet csak. Hát 3 percben sok nem fér bele. Ja, azt nem. Nem tudom, mi a nekem ez a hang, mert így... Mi a fasz? Férfi nem is szer. Az oké. Okay. Hát ha oké, oké. Csak ez a... Na most nincs. A fék az elég, nem mindegy.
Az a baj, megszoktam az összes többi játékot, itt meg túl hamar fog a fék. Hát óvatosan lépjéről. Tenap mentem itt egy... Itt egy 20 percet, 30-at. Na. Hát csak ízért kipróbáltam. Kofán vagy készülve. Az teljesen. A ízért próbáltam ki. Elektromos lófasz. Ja, elektromos kupra. 1600. időt mentem. Azt hiszem. Ez nem olyan rossz. Nem. 100 000 nyomot? Ahhoz képest, hogy egy-két nappal előtte jött ki a izé. Hát most elvileg úgy csinálják, hogy most be van rakva az összes pálya. Sok ilyen leaderboardot, meg úgy tudom én, ilyen izéket lehet menni. De... És aztán erre még a Suzuka-ra még van 6 nap, vagy ma már csak 5. Ez olyan, mint a trollibusz. Annak van ilyen hangja. Trolli! Jó. Na, én már fő vagyok készülve, meg vagyok tankolva, úgyhogy mehetünk. Csak ez a várakozás itt 2 perc, akkor most még lesz még 1 perc, vagy még 2 perc. Igen, az a pizsi kaki szünet. Az. Mi lesz PC2-ben? Azt nem tudom, azt nem is néztem. Azt nem tudod fejből. Melyik pálya? Fóra. Hétfőn meg Hungaroring, ugye az jól emlékszem. Hát megnézem itt az egyenes közben. Azért ne törd össze. Jó, nem azért kérdeztem, hogy most megnézed, csak azt hittem tudod fejből. Na igen, ha itt lecsúszol az ívről. Akkor le vagy csúszva. Mondjuk ez a kupé, ez a TT kupé, ez nem is néz ki meg jól. Vagy olyan rosszul. Most jó vagy rosszul? Nem néz ki rosszul. De jó se. Na jó van, én bejárlok a rajtra. Álljál be. Meg. De ezért ezt a push-to-push-t nem állítottam be, mert megjön. Jaj, push-to-push, tényleg jó, hogy mondod. A push-push-push. Úgyhogy az megint kimarad, hogy annyival lassabb. Én nem mintha szerintem számítanám, úgyhogy tök mindegy. Na, megelőzted Ákost. Milyen Ákost? Már volt. Itt van mögöttem, 7-essel. Én meg megelőztem a... Nem tudom. Mi a Bálintot, hogy nem tudom. Te meg itt vagy mögöttem. Mindegy, van mögöttem valaki, ez a lényeg. Jäger, T. Jäger, ez nem tudom kicsoda. Jäger Tamás. Na, akkor jó, akkor hajrá. Ügyesebbi. Oh, miért nem lettem? Mi van itt? Na, itt lesz, ilyetek jó. Na miért nem megy? Mert lepullad az autó az egyenet, nem hiszem meg. Vigyázz, ott van Tamás mellett. Itt van Ádám mellett, de vigyázz el meg! A push-to-push-t. Ádám, adjon meg a push-to-push-t. De nincsen, mit nyomjak rajta? Megyek meg megnyomolják. Tényleg itt jó jön a push-to-push, érzem hosszú egyenesbe. Erre a futamra jó lett volna beállított. Figyelj, gyakorlatilag ez a fut ugye a pályának a felén padlóra ez az egyik. Ez a hátsó része egy szinte padlóra ez volt. Kurva Isten basznál le. Aztán. Megcsíptem azt a rohadt füvet. És visszacsíped? Igen. Bassza meg.
De olyan piruettet nyomtam, hogy visszaálltam irányból. Már gumifalat kaptam már, de no problem. Nem ez lesz életem versenyen, azt hiszem. Nekem! Mi csinál? Azt hülye. Jaj, jönnek a bajok. Jaj. Hogy maradtál el? Nyomjad a pusztopust. Ja, én? Hát. De hogy nyomjam, nincs beállítva, nem állítottam be. Na pusztopust. Ezt nem szeretem, ezt a fordított rajtot, mert valószínűleg, hogy most utolsóan a kéregből fog előzni. Akkor te fogsz elsőre fordulni. Akkor mi a cél? Előzd meg Ákost. Mert a 13-ra van már, a 14. Sikerült átvágnom a gumikat. Emlékszem, még valami DTM-mel mentünk itt a legszépen. Van Alex, nem néztem. A 92-es DTM-et kell hiszem. Ott is sikeresen jó összetört a szóval gépjárművet. Te még gépjárművet? Tessé? Te még gépjárművet? Ha itt, vagy valami esemény volt itt, azt tudom. Na, mint buli. Na, megelőzött már túl? Tudom, levágtam a fegyet. Úgy gondoltam, nem volt szabályos így. Na most elkapnak. Gyere! Valaki megfordul. Na, a hevesi is rendben, azt hiszem mindjárt kilép. Nem tudom. Mi történt? Mondta, hallgat, mit. Lepít. Kilépett? Nem lépett ki. Még nem lépett ki. Még ki. Jó, lehet a sikánt egy kicsit rövidíteni, azért nem ad semmit. Igen. Az is tudom. Ha jobban rá tudsz menni rá az okkőr, azt mondja, nem ad semmit legalább. És már csak időbe kell fékezni, hogy ne legyen volt. Igen. Ez a pusztupus nem ér semmit. Vagy ő is pont megnyomta, valószínűleg. Jó, de ez mennyi? Ez valami több, mennyi lóerőt ad tűzni? Nem fasz tudja, nem sok lesz. De fően nem olyan jó. Hát, sok olyan jó. Mondom, én csak az előbb egy kicsit megcsíptem a főt, azt már kidobt, és az volt a szerencsém, hogy nem álltam bele a korlába. És nem sérült az autó semmennyire. Az volt a szerencsém. Most elrontott a nyomrányt! Nem, pust, még egyet leszarom. Szerep kerüljek hozzá. De annak idén ez a TT kupa, ez népszerű volt. Igen. Majd a valóságban? Igen. Aha. A Gaudi F is kiszállt.
átirányított az erőforrásait a Formula erre. Mint például most is, ugye a DTM-ből is kiszáll. Jövőrem a DTM. Na most esett ki a hevesi, vagy most lépett ki. Hogy kiesett? Nem, amit, az nem volt itt magadtam. És oda? Nem volt itt magadtam, úgyhogy csak feladta a legelet. Formulája? Nagyon már. A trolley tűzverseny. Oh, hát igen, igen, igen. Ez egy fél éve, vagy lehet, hogy még tavaly, még nagyon nagy téma volt, hogy ide akarják hozni Budapestre. Budapestra. Egy futam erre, hogy akarnak futamot csinálni, de hova? Azt nem tudom. Fel kéne újítani Budapesten egy csomó útszakadt magát, hogy lehessen normálisan, azokra az autók nem lenni. Hát az lesz szerintem, hogy én indulok első helyre a következő futamon. Ezt nagyon nem szeretem. De 23-ra vagy lett tőle. Vagy te vagy lassú, vagy... Én vagyok. Kocsik elvezetők. A kíváncsiak, hogy mikor kapunk kör. Vagy nem szokhatunk. Itt nem nagyon szoktunk kapni, nem? Nagy gyors pálya. Most vett el a tizedik pozíció végleg. Faszom! Megforogtám! Anyát! Akkor megyek.
Bekerőztek van? Nem. Hát, hogy nem fognak lekörözni. Nem, fognak szerintem, mert most jöttem át, és a sikámban van az első kettő. És még benne vagyok már a hátsó hosszú padlogázat részben. Ha csak meg nem fordulok esetleg. Második futamon nem cserélünk helyet? Menjek én. Menjél előre. Jó. Megnézem, hogy tudlak-e tartani most addig. Ha nem, akkor hagyjad. Akkor maximum megveszed az elején. Hát múltkor is a legutóbbi versenyen, bazeg, ugye az első helyen indultam. Úgy körbefogtak hárman, mint a húzat. De ne, akkor hagyod, akkor menjél, akkor azért nem lesz úgy sem. Ja, nem, most hittem. Próbálj megfogni. De most értem be a hosszú hátsó padlógázásra, és a többiek még csak most jöttek át a sikánnal. Úgyhogy őszintén abban nem lesz lepődöző összegyek. És itt hogy van a pontozás? 10-ig. De 10 fölött már nincs pont, ugye? Vagy 1? Nem, nincs 1. Hullá. Szép kerek. Akkor most én pont nélkül, ugye pontok nélkül versenyzik. A részom. Érsz, óvál. Ugyan? Nem úgy volt, hogy 10 fölött 10 év van? Egy pont van végül? Az a többiben van, a részomban nem. Megláttal a kifogy előttem, mi történt? Már megtaláltam azt. És meg volt időbb visszajönni elé. Te törtöd? Na nem. A kavicsból nehéz kijönni. Igen. Hát nem vagyok elég, hogy elengedjelek. Kavics elengedem. Hát én nem így akartam, de... Már én versenyt kicsit. Ne csúszszál, mi az Isten valami?
Jó, emlékszem, nem a Lexico mentünk a 92-es DTM-be, a sikámból törtem össze a Mercit. De akkor Mercivel nem tudom. Jaj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 
Megköröztek, csak sikerült. Basszal. Igen. Még ott talán még van egy kör. Lehet, hogy én is kör fogok kapni. És hát majd kiderül. Hát is vágta. Nagyon jönnek. Ja. Kivézed? Ki van az első két helyen? Na most jön az a pillanat, hogy kibassza belé a autója. Fuck. Mit csináltál? Jó, már látom a tükörből őket. Utolsó kör. Nagy csata megy ketten. Nyomják nagyon. Csak nem kapok kör. És ez meg kiderül. Már bejött az első kiderül, azt költöttem. Igen? Persze, nem látod számon vissza középen? Ja, de most kezdett a számon. Vele nem is hatázod jakat. És mennyi lesz? 5 perc lesz a két futam közül? 3. Tegy nem fél bele. Csak egy pisilés. Annyira stresszes volt az első futam, hogy igényedet jelent a szám. Még tök mindegy, mert pontot nem kapok, úgyhogy... Viktor még se jött haza. De te hogy értél be előbb? Én? Igen. Ráj, nem adta egy kört nekem. Jó. Most itt megváltozott két kör alatt a, vagy három kör alatt a helyzet. Jó. Gyakorolik azt a sikert. Tényleg 3 perc. És akkor második helyről indulok? Ez nem jó. Thank you.
De te itt vagy még? Én itt vagyok, persze. Okay, jó. Rólom a köröket. Ja, mi most mész megint? Persze. Ha. Megkezdődött a futam. Persze. Messzi vagy, bozaj. A Assetto Corsa kompetícióniában melyik lesz a Pórikernek a vonalvezetése, vagy melyiket rakták bele? Hát a GT változó. Oké. Okay. Mondjam körbe, hogy melyik után, milyen kanyar jön, melyik után? Nem. De nem az, amelyre Forma 1-en mennek. Nem. Ne, persze, már. Szántásba. Ne, mit ne erőlködjön, mit erőlködsz? Melegítem a gumikat. Mire, amikor mire fölállsz, addigra kihűl. Azt tudom, hogy ebbe, ahol fordított rajtrács van ott, a második futam az mindig íző állatfutam. Mert nem is első helyre indulunk, várjál már. Mert? Hát itt van a Sanyi is, meg Jégetom is még. Jó, hát pont a legrosszabb, ez meg a legrosszabb. Hogy a végén hagyja ilyenkor őket, nem tudom. Az meg a legrosszabb. Legrosszabb. Na mindjárt kiderül, hogy ilyenkor a kiesetteket rakja elsőnek? Hát meg az hülyeség lenne, nem? Nem, fordított nem, mert múltkor is valaki kiesett. Vagy kilép, nem kiesett, és előre rakta be őket. Úgyhogy ha most mi harmadik, negyedik helyről indulunk, az a legrosszabb. Persze, így. Lehet, hogy első kagyar, belső leszek. Lehet. Hát mondom, legutoljára úgy osztom az első helyről, vagy a másodikról indultam. Hárman így közel fogtak. Figyelj, szó szerint. Itt van Ákos, meg Bálint hátvédnek. Meg Kristóf átvág mind a ötünkön, szerintem. Egyszerre akarja majd. Csak abból nehogy bajnodon. Brandon van der Linder autójával vagy. Mi? Hopp, heves itt berakta első helyre. Azért mondom, hogy berakja. Ha. Te vagy második. Ki van mögöttem? Második? Ákos. Hogy lehetek? Hát pedig itt vagy a második. Tehát akkor Jäger Bálintán vagy Tamás? Ott van Tamás az első. Most ugrott be. Ja, de akkor őket rakta be. Ja, na, akkor ez a legrosszabb, ami lehet. Már még az jombjunk, hogy csak törjön a fém, törjönek a kerekek, minden. Leégetem a motrot az elején. A motrot? Motorotot. A motorotot. Motrontrontront. Na. Ez, hogy nem polból indulok, a francba. Na, nézzük, hajrá. Ó, ebből mi lesz? Pustu-pustat nyom meg. Mit nyomjak rajta? Nincsen. Hopp, ez szar rajta. Gyorsan megy nálam? Nem. Nézzük ezt a fantasztikus első kanyar. Jaj, már jó Kristóf, jó van, gyere! Gyere! Hát az társad őket, mondjuk. Persze. Addig megpróbál megjelni a futamon. Jó, így nem. De azért mondom, hogy már itt már izé van. Kontaktó. Igen, hopp. Hát bázzák a fővre, hiába szólít le. Hát hová, már hova? Fél, szerintem én itt elengedek mindenki, úgyse tudom tartani őket. Nem baj, harcolj meg a... De mit harcoljak? Nem tudom, hát nem tudom tartani őket. Oké. De hagyj egy évvel gyorsabbat, egy jó setup csodákra képes. Bálint volt? Jaj, hát add meg mindenki rajtunk. Ezeknek van setup szerintem. Nekem is van. Hát akkor hagyj. Hát
Fákos meg én le van maradva. Fákos? Fákos, fákos. Szántolóci is szegény a 12-dé. Bassz meg. Mennyi Ákos? Elengedően. Ákos, Fákos. Na, 14-dik helyen. Hát, ha valaki kiesik. Hát mi az előbb 11-dik? Hát nulla. Csak egy emberrel kellett volna kiesnie. Igen. Hát de most nem tudom, hogy ki fogja esni valaki. De az volt a baj, a hosszú egyenesnek itt a végén, ugye jön az a kanyar, és ott előtte fékezni, most kicsapta a hátulját, hogy itt szar. Valaki vigyáz, vissza akar jönni a pályára. Tömpött kanyarba. Jäger, Balázs vagy, hogy hívja? Bálint. Tessé? Bálint. Akkor Bálint. Wow. Jó, itt mindenki kaszálja a füvet. Tegyed? Bálint. Ákos. Már 13 vagyok. Nem baj, jó lesz. Ugyan pont nem lesz belőle, de jó. Na most az is sem vissza Ákos. Ott vezettem az abszolút amatőr kategóriát. A kettes kategóriát éppen vezettem. Jó az. Látszik, hogy van a tizedik helyem? Azt nézem én. Ja, nyomjam azt a pustófaszt. Hát én nyomogathatom, de nincs kis, nem be kell állítanom legközelebben. Már nézetet váltottam, értem el! No. Vége. Vége. Te voltál? Én. Összetörted nagyon? Nem megy még. Nem ott a piros. Azt nézek, hogy mi beindulás. Na megyek. De nem túl gyorsan. Elengedem. Engedem. Jäger Bálintot. Engedem a Jägereket. Ez mi a faszom, hogy ennyivel gyorsod, ez hogy lehet? Nem tudom. Dühítő. Hú, neki is, hogy néz ki a hátulja, azt a kurva élelve. Össze van gyűrve, mint a papírlap. A legcsukta ő rendesen szerintem a hátulja. A szárny az már nem vízszintesen van a kocsi hátulján. Egyenesen? Nem. Jó görbe, meggyúrt az egész hátulján. Na hát ez konkrétan irányítottan az autó. Hoppá! Mi történt a legjobb pilótával? Miért éppet? A Szilvásztiás Bücs meg nem tudom. Ki lép? Nem. Ezzel Magméter már a 12-dik. De jó, de pont megint nincs érte. Hát például megelőzed a Bálintot, mert nem megengedted volna el. Meg Ákos. Hogy ne engedjem el, amikor nem tudom tartani, ha megelőzed, gyorsan. Nekem meg nem megy konkrétan az autó, csak kétszer. Hogy? Nem kell ide több. Különben is nem ennyi olyan gyorsan. Ó, bazdnek, hát folyamatosan nő az előny. Ez ilyen safety card-os feeling. Az. Egy medical card, nem? Ja. Kicsit töröd, de jó. Az
szokásos hiba volt, megindult az autó, és akkor driftodott, és egy pillanatra betapad, és akkor onnantól ellenkező irányba dobjál az autó. Igen. Na és akkor az a szallakorlát. Hát mondom, én itt a hátsó hosszú egyenesbe, csak egy picit elcsíptem a hátuljával a füvet, és már úgy kidobott az útra, hogy szerencsé, hogy az úton pörnyítem meg, és nem a korlátba csapottam, de akkor azt meg, hogy akkor be is fejeződött volna a verseny. Akkor most külső nézetben legyen. Melyik belsőből? De ebben nem lehet látni semmit. Jó, a külső. Egy kézzel. És a télegyenesben 201 a végsebességgel. Igen. Most a pasztal. Így 208, 210, ha már később nyomtam meg, mert a következő körben megnézem, jó? Hogy mennyit dolgáltam, mert 201-nél nem ment többet az egyenesbe. Majd én is megmondom, hogy nekem mennyi a végre. Én ma ott vagy az egyenesbe? Igen. Az hogy? 227. Hoppá, elkezd a második. Na, még a végén összejön a pont. Na, jó van gyerekek, még dobjátok ki magatokat, akkor meg lesz. Hát szerintem már Tamás jön a következő futamra. De, de itt most ők basszák el, vagy a gép, vagy a játék dobja ki őket? Jaj, feltakadtam a gumikon. Na jó, én feladom szerintem. Jó, de várjál, a B-jager az most írta, hogy kilépett az eseményből. Itt van előttem még 8 másod. Nem, az a T-jelgér. Jó, a T-jelgér. Mi ezek testvére? Nem, apja fia. Tessék? Apja fia. Jó, bocsi, elnézést kérem. Melyik az idősebb? Tamás. A T-jelgér kinépett az idősebb, és elvég az ügyesebb is. Hallod? Már csak 160-at megy ez a szájba, te kell. Hát, de romlik a... Látási viszonyú. Na most bekaptod a pustukba azt, így kérlek szépen fölmegy egészen 208-ig. Húha, de akkor már nem tudom pályán tartani 208-nál. 209, úgyse 210. 210-nél el lehet fordulni az autón, és el tud fordulni. Nekem 227. A vége. És lehet, hogy menne gyorsabban, csak elfogy a pályán, azt jön a siker. Na, összejön az egy pont, vagy nem? Előtt meg jelgen válítom. Hogy? 11-re van tőle. Nyomjad neki! Hát pedig összet eltöröm a pedált. Nem megy gyorsabban. Ugye ezt a szart meg nem állítottam be. Azt mondom, nem bírja bevenni a kanyát sem már. Már van 9-9 ide, mondtam 10, a hotrendből. Már nem lesz meg ez a pontszerző szerintem. Esetleg valaki még kinevesít. Téged mindjárt leköröznek? Ja, megtörtént. Igen? Nem az én futamom. Mondjuk egy perccel megbevestem.
Valaki essen még ki. Megvan az egy pont. Jövő héten meg lehet gyakorolni egész héten a Assetto-ra. Assetto-ra lehet gyakorolni jövő héten. Nem fordul az autó. Boxból egy, vagy a pályáról egyből mennyi a bontod van előre? Az kéne. Na már Bálint is megelőzött az előtted lévő. Hopp-hopp, sárga zászló van, mi történik, mi történik, kicsoda? Ja, azt te voltál? Már reménykedtem, hogy valaki kiesett. Hát én voltam, hogy kiesett. Na, tessék, kiestem. Rősz. Tessék? Na, tessék, van egy újabb kieső. Annak nem örülök, mert... És ott van, tessék, Pakpéter az első jákodik is, hogy kiesett, összeért az icides pont. Gratulálok, már csak be kell érteni. Ez az. Addig emelk egy cigire, addig ér be. Okay. Még van még 6 perc.
No. No, mi, no, null. Ha, nyomjad. Most igazából annyira nem kell nyomni. Még lehet 9. is. Persze. 26-ra van elkült, mert lassan 27. Miért nem kell egy kör? Mert mögöttem már szerintem be fogok jönni. Ezzel megvan a 10. helyre az ugye. Heves, jó már itt. Ott a 9. hely, ott lesz a 9. hely. Kevesi a Pizsó már csak a 8. Ákos jön már csak a 9. És... Na... Mi vannak ezek a Pizsben? Betettem, mondtam nekik azért? Mi tudom? Miért vannak a boxban Hevesi meg Gyurkös? Mert már végeztek. De hogy azért? Engem a 10. helyen írni föl. Ki van előtted? Gyurkös végzett a 9. helyen. Na, még csak ki kellett állni az utolsó körbe, azt mondom. Na, akkor beértem. Ákos följött akkor ezzel a... Nem, maradt a 9. Ne, én 10. 10. lettem, az biztos. De miért? Ezt nem értem. Most jön velem szembe az autó, és a kanyarba kézifékezik egy keresztbe. Ez valami bug? Az. Big bug. Big bug. Na nézzük csak, jó, 10. lettem. 4-en estetek ki. Na. Most megbe... Ez ki? Varga Gábor az megleparkolt itt a Kovicságyban. Na, hát akkor... Köszönjük a részvételt. Akkor 1 pont. Haha. Haha. Ez egy kegyelem pont. Na de pont pont. E pont. Pont 1 pont. Pont 1 ponton volt pont. Na, jó volna. Köszi a versenyt. Én is. Akkor majd vasárnap. Vásárnap. Vagy holnap? Mi van holnap? Holnap. Szombat van, az nem oké. Nem van. Akkor majd vasárnap. Vásárnap találkozunk. Figyelj, szerinted a Eurotrackben ez a... Mi a faszom? Ibéria? Ibéria az mik? Decemberben jön ki szerinted? Ez persze karácsony előtt megint. Már írják már a kurva régóta. Csak még a megjelenés dátuma sincs megjelölve. Hát azt mindig egy hét előtt rakják ki a megjelenés dátumát. De az biztos, hogy beszerzem, azt kell. Hát, ja, legyen teljes az a kibaszott térkép. Na most az. Szerintem úgy bejön ez is. Azt kíváncsiak, hogy mi a következő, amit megcsinálnak. Mert biztos, hogy most már csinálják a következő. Persze. Ez mindig már amikor kiadják, akkor elkezdik a következő. És egy évben egyet szoktak kiadni, ugye? Igen. Igen. Hát akkor már valószínűleg, hogy akkor elkezdték, amit jövőre adnak ki decemberben. Mi maradt még? Oroszországot fogják megtámadni szerintem, hogy teljesben. Ja, de az kurva nagy. Hát kérdezik. De elvileg a izében megvan? Hát a izében persze. Mi a pecsom az?
Mondjad meg. Te izé, hogy hívják be. Abba. Hát promod. Promodba, abba megvan. Ja, hát meglátjuk, meglátjuk. Mivel eurótak.